Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere, és ma van pontosan 20 éve, hogy lejátszották a 2000-es labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét. Számomra abszolút meghatározó élmény, és már régóta gondolkoztam rajta, hogy miképpen lehetne foglalkozni ugyanblok ezzel a tornával, mert a döntő magában is érdekes történet, és nyilvánvalóan ez az a mérkőzés, amelyet gondolom még a fiatalabbak is nagyon jól ismernek, és hallottak a történetéről, mert roppant érdekes módon ért véget. De azt hiszem, hogy az egész torna megérdemli azt, hogy beszéljünk róla, már csak azért is, mert hát szerintem messze nem a döntő volt a legizgalmasabb, legemlékezetesebb mérkőzése annak az Európa bajnokságnak. Szóval arra gondoltam, hogy összeszedem az öt legjobb mérkőzést erről a tornáról, természetesen azért a döntő maga is benne lesz ezekben és időrendi sorrendben mennék rajtuk végig. Nagyon nem is tudnám egyébként azt gondolom rangsorolni ezeket a meccseket, mert mindegyik különleges volt, és még azért akad egy pár erről a tornáról, amit be lehetne illeszteni ebbe a sorba, de azt hiszem, hogy nagyon nagy panasz egyikre sem lehetett ezek közül, amelyeket elő fogok venni. Mielőtt belemennék bővebben ezekbe, azért talán érdemes azt is megindokolni, hogy miért ennyire kedves számomra ez az Európa-bajnokság. Egyöntetű vélemény sokak szájából hallottam, ezt már sok helyen olvastam leírva is, hogy minden idők talán legjobb válogatott tornája volt. Ez számomra teljesen egyértelműen az, azok közül, amiket láttam, maximálisan kiemelkedik. Kicsit furcsa, hogy nekem a 96-os Európa-bajnokság még az, amit a leginkább tudok ehhez hasonlítani, élmény tekintetében. Nyilván az is benne van, hogy akkor azért én még erősen gyerek voltam, meg nekem a 90 os EB volt az első, amelyet igazán komolyan köve tudtam. Ez a torna viszont még annál is izgalmasabb, érdekesebb, emlékezetesebb lett. Már csak azért is, mert azt is hozzávehetjük, hogy ha megnézzük a résztvevő országokat, ugye 16 ország vett még akkor csak részt ezen az Európa-bajnokságon, ez még szerintem az abszolút fogyasztható mennyiség. Négy csoporttal semmiféle vacsakolás teljesen egyértelmű volt, hogy kik jutnak tovább, nem kellett nézegetni harmadik helyzeteket, stb. És a résztvevő országok is igazából, talán, hogyha nagyhatalmakról kell beszélni, akik lemaradtak, mondjuk a horvátokat lehetne említeni, akik ugye két évvel korábban bronzérmet szereztek. A világbajnokságon minden valamire való nagy európai válogatott ott volt. Ezen az Európa-bajnokságon köztük az angolok és a portugálok is, akik egy csoportba kerültek, és rögtön az első vérkőzésüket az ebén egymás ellen vívták, és igencsak fordulatosra sikeredett már az a meccs is. Egy nagyon jó angol válogatott volt ez, 90 után nyilvánvalóan fel voltak tüzelve egyébként, és az angolok akkor ugye hazai pályán ebélő döntőt játszottak, nem sokkal maradtak le, ugye a döntőről is csak 11-esekkel kaptak ki a németektől. 98-ban azért a világbajnokság ugye már annyira nem sikerült, jól ott volt David Beckhamnek, ugye az emlékezetes esete, Diego Simeonével is a kiállítása. De erre a tornára is abszolút úgy jöttek, mint aztán éveken keresztül az összesre, amelyre kijutottak, hogy ők aztán abszolút esélyesnek gondolták magukat, vagy legalábbis a sajtó elvárása mindenképpen ez volt. És végül is volt benne ráció, hogy a 99-ben a Manchester United bajnokok ligáját nyert, emlegettem ugye a 90 os eredményeket, ott volt még ugye Ellen a válogatottban, ott volt már Mike Lowen, Steve McManaman ugye abban az évben játszott döntőt a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában, még gólt is lőtt, még hogyha nem is volt ugye nyilvánvalóan azért meghatározó játékosa annak a csapatnak. Ott volt már Paul Scholes is, a keretben ott volt még Tony Adams és Martin Kion is a védelem, már Szolkenbel is ugye ott volt akkor a válogatottban, szóval abszolút adott volt minden az, hogy egy sikeres Európa bajnokságot teljesítsenek. Ehhez képest ugye rögtön az első mérkőzés hogy nézett ki, nem kezdtek rosszul, 2-0-ra is vezettek már a portugálokkal szemben az első félidőben, de aztán jött Luis Figónak az a furcsa megpattanó gólja Tony Adams lábai között, és még az első félidő idő vége előtt sikerült egyenlíteniük a portugáloknak, hogy aztán a második félidőben egész Európa megismerje Nuno Gomesnek a nevét, aki ezen a tornán lett igazából akkor a portugál első számú csatára. Talán azt is, hogy ezen a mérkőzésen, meg ennek a gólnak köszönhetően hozzátett még egy párat ezen az Európa-bajnokságon. Mindezt úgy, hogy a selejtező sorozatban egyetlen egyszer sem volt eredményes. Minden esetre ez a torna olyan jó el a számára, hogy aztán ugye a Fiorentinához szerződött. máskérés, kérdés, hogy aztán olyan nagyon komoly pályafutást nem tudott befutni. A rossz kezdésen aztán nem tudtak változtatni az angolok, ugye a következő meccsüket ugye megnyerték a németek ellen, igen, csak szenvedősen, de az egy nagyon pocsik német válogatott volt. Erik Ribek ugye a torna után szintén lemondott, és Kevin Kigennek se nagyon lehetett maradása, hiszen ugye ezt követően az utolsó meccsen a románoktól kaptak, és így végül a portugál és a román válogatott ment tovább ebből a négyesből. Jön még egy mérkőzés a csoportkörből és az első körből a csoportmeccsek közül, ami számomra abszolút a kedvenc és a legnagyobb élmény, a legpozitívabb élmény, erről az Európa-bajnokságról, méghozzá a C csoportból a szerb-szlovén mérkőzés. A szlovének voltak talán ugye a legkisebb csapat ezen a tornán, az első alkalom volt egyáltalán, hogy Szlovénia kijutott erre az Európa-bajnokságra, és igazából ugye ez Látkozávicson kívül senkit nem ismertünk a játékosai közül, talán még Milenko mondott valakinek valamit a neve a tornát megelőzően, hiszen ugye az ukránok elleni pótselejtezőn nagyjából a fél pályáról szerzett gólt átemelve Alexander Sopkovskit, ennek köszönhetően ugye Sevcsenkoék például nem voltak ott ezen az Európa-bajnokságon, Zaovicsek viszont igen, és ráadásul pont a szerbekkel kerültek egy csoportba, ami már a sorsolásnál azért egy nagyon pikáns meccset ígért. Szlovénia független országként az első nagy tornáján éppen ugye a jugoszlávokkal találkozott, ugye ez volt még hivatalosan akkor a válogatottnak a neve, és hát abszolút álomszerű volt hogyan kezdődött az a mérkőzés a számukra. Nagyjából egy órányi játékot követően a szlovének három 0 ra vezettek, Zahovics kétszer is betalált, ráadásul Szín is a kiállította magát. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az a jugoszláv válogatott nem akármilyen játékosokból állt, a keret egyik fele Olaszországban, a másik Spanyolországban játszott annak idején, és nem is rossz csapatokban. Tehát ugye Mihálylovicsot már említettem, ott volt Predrag Miatovics, aki két évvel korábban még győztes gólt lőtt ugye a bajnokok ligája döntőjében a Real Madrid színeiben, akkor már Olaszországban játszott. Ott volt még Pixi Stojkovic a csapatban, Dejan Stankovic is már játszott abban a válogatottban, Dárko Kovácsevic akkor éppen ugye a Juventus játékosa volt, Szávó Milosevic is szerepelt még abban a csapatban, Vladimir Jugovic, szóval még lehetne sorolni a neveket, ha nem is mondom, hogy titkos esélyesként, de azért egy olyan csapatként léptek pályára ők azon az Európa bajnokságon, akik bárkivel szemben tényleg esélyesként játszhattak. Ehhez képest tehát ugye a kicsi szlovénokkal szemben 3-0-ás hátrányban voltak, kiállították, ha nem is a csapatkapitányukat, de talán a legnagyobb szellemi vezérét annak a csapatnak, vagy a legkeményebb figurát abból a válogatottból, és ez aztán annyira összerántotta azt a csapatot, hogy 7 perc alatt sikerült kiegyenlíteni a hátrányukat. Ember hátrányban 7 perc alatt három gólt lőttek a szlovénoknak, más kérdés, hogy aztán az egyenlítés után a győzelmet már nem sikerült megszereznie annak a szerb csapatnak. Tényleg óriási érzelmi hullámvasút volt az a mérkőzés, azért a szlovénok megmutatták, hogy nem véletlenül jutottak ki az Európa-bajnokságra, és végül is még ott a csoportkör végéig meg is volt az esélyük a továbbjutásra más kérdés, hogy ez aztán nem jött össze nekik. A szerbeknek pedig volt még egy nagyon emlékezetes mérkőzésük már itt a csoportkörben, és akkor mehetünk már is a következő meccsre, amiről mindenképpen szerettem volna még beszélni itt, a csoporttalálkozók közül, és az ebben a csoportban az utolsó fordulóban a szerbek-spanyolok elleni találkozója volt. Hát valami egészen elképesztő forgatókönyvvel, és hogyha csak itt tényleg magát a drámaiságát, meg a végső fordulatot veszük, ez még elképesztőbb volt, mint az, ami aztán ugye a döntőben történt a franciák és az olaszok között. Ugye az volt a helyzet, hogy a szerbeknek nagyjából biztos volt a további jutásuk, függően, hogy mi lesz a másik mérkőzésen akkor is, hogyha vereséget szenvednek. A norvégok és a szlovénok végül is egy 0 0 döntetlennel fejezték be az Európa-bajnokságot. Azokról a norvégokról is érdemes lenne egyébként beszélni, hiszen ott volt olyan, hogy egyszerre volt a pályán Tore André Flú, Oleg Gunnar Szulsiár, és John Kerú is, szóval nem volt éppenséggel egy nagyon defenzív erőkből álló csapat. Ennek ellenére azért olyan nagyon brillírozó játékot nem tudtak produkálni. Bezzeg a spanyolok és a jugoszlávok ezen az utolsó mérkőzésen. A jugok vezettek 3-2-re, akkor, amikor jött a hosszabbítás, a spanyoloknak a döntetlen sem lett volna elegendő, pontosan a másik mérkőzés állása miatt, hiszen a norvégoktól kikaptak, tehát az egymás elleni eredmény alapján a 4-4 ponttal a norvég válogatott ment volna tovább. A spanyolok végül a 93. percben kaptak egy 11-est, amit Mendieta belőtt, és utána a következő akciójukból a 94. percben gyakorlatilag a beígért hosszabbítás legvégén álfonzonak sikerült betalálnia, olyannyira váratlanul, hogy szegény Knézienőnek ugye sikerült Alfredot az éterbe kiáltani. Mindenesetre Minden esetre az eredmény azt jelentett, hogy mind a két csapat tovább Más kérdés, hogy mind a két csapat rögtön ki is esett a következő körben. A spanyolok a franciáktól kaptak két szoros meccsen, kettő egyre a jugoszlávok pedig Hollandiával találkoztak, amely szenzációs formát mutatott egyébként az egész tornán, 100%-os teljesítménnyel jutott tovább a csoportkörből, és egy olyan mérkőzésen győzték le ugye a jugoszlávokat, amelyen sikerült 6 gólt szerezniük, úgyhogy úgy tűnt megállíthatatlanul robognak a döntő irányába. Csak hogy ott volt az olasz válogatott, amely az addig lejátszott négy mérkőzésen összesen kapott kettő gólt, és egészen maga biztosan váratta azért szintén a hollandok elleni találkozót. És így érkezünk el a következő mérkőzéshez, amiről szerintem szinte mindenkinek hallania kellett már, főleg, hogyha hallgatjátok a teljes terjedelmet, mert azért időről időre vonatkozási alapként meg szoktam említeni, hogyha 0 0 meccsről kell beszélni, amely mégsem volt unalmas. Bár ez is érdekes, mert pont most olvastam a Guardiannek a tudósítását a holland Olasz elődöntőről, amelyben az újságíró keltőként említi azt a találkozót. Hát az biztos, hogy én mivel rettenetesen szurkoltam a hollandoknak, szintén csalódottan éltem meg azt a meccset, de egyáltalán nem úgy emlékszem vissza rá, mintha unalmas lenne, és ha csak az eseményeket, a fontosabbakat felsorolom, akkor szerintem ti sem fog így gondolni rá. Mielőtt még azért a részletekbe belemennék, egy valakiről mindenképpen külön kell beszélni, ő pedig nem más, mint Francesco Toldo, aki az Európa-bajnokság előtt néhány hónappal még csak az olasz válogatott harmadik számú kapusa volt. Volt ugye már ekkor egy fiatal Gianluigi Buffon, aki abszolút beverekedte magát Dino válogatottjába, és egyértelműen az első számú választás volt ezen a poszton. És ott volt mögött Angelo Peruzzi, aki ugye 96-ban bajnokok ligáját nyert a Juventus csapatával, aki viszont az Európa bajnokság előtt úgy döntött, hogy második számú kapusként semmiképpen sem akar kimenni a tornára. Mondván Bohócnak nem akarott ülni a kispadon, az Európa bajnokságnak már megvan, a saját kabala figurája köszöni szépen, ő ebből nem kér. Buffon viszont nem sokkal az RB előtt megsérült, így pedig Francesco Toldo lett az első számú választás az olasz csapat kapujában, és ezen a mérkőzésen lett ez igazán fontos, és itt vált igazából nemzeti hősé. Történt ugyanis ugye, hogy Zambrottát már az első félidőben bő fél időben, bőfél óra után kiállították, a hollandok 11 es kaptak, Frank de Boer lövését azonban Toldo megfogta. Nyilván nem kellett kétszer mondani az olaszoknak ezután, hogy aztán végképp defenzív üzemmódba kapcsoljanak, a hollandoknál pedig hiába volt ott Berkamp, Klaivert, Overmars, Cenden, mentek előre rendületlenül, de igazán komoly helyzetet kialakítani nem tudtak, vagy ha volt is, akkor ugye ott állt a helyén. Egy 11-est összehoztak a második félidőben is, azt már érthető módon ugye nem Döbur lőtt el, hanem Patrick Klaivert, de neki meg sikerült a kapufát eltalálnia. Jött a hosszabbítás, ott sem jutottak a csapatok, és jöttek a 11-es rúgások, aminél már azért elég érezhető volt, hogy a hollandok egyértelműen lélektani hátrányban vannak. Ráadásul az egész úgy kezdődött, hogy Frank Döbur a csapatkapitány megint elbénázott egy 11-est. Toldó még nem csak ezt, hanem aztán Paul Boszfeld büntetőjét is megfogta a Jápsztán, ugye nagyon emlékezetes módon még a stadionból is kilőtte a saját büntetőjét, ez pedig azt jelentette, hogy az olaszok mentek a döntőbe, a hollandok pedig házigazdaként lemaradtak a fináléról. Pár szót érdemes azért beszélni nyilvánvalóan a döntő előtt a másik résztvevőről, a francia válogatottról is, amely ugye világbajnokként érkezett erre a tornára, de már új szövetségi kapitánya nem Éme Jacques, hanem Rozsé Lömerült a kispadon. A csoportkört viszonylag könnyedén vették, az is belefért még, hogy az utolsó fordulóban tulajdonképpen a B csapatot küldjék ki a hollandok ellen és szenvedjenek vereséget. Más kérdés, hogy azért abban a B csapatban is olyanok játszottak, mint Joan Miku, Robert Pires, vagy éppenséges Szilven Viltor, aki aztán ugye a döntőben igencsak főszereplővé is vált. Elég döcögős volt a kieséses szakasz a franciák számára, hogy a spanyolokat csak kettő egyre verték meg a negyed döntőben, az elődöntőben pedig a hosszabbításban egy igencsak véleményes 11-esre volt szükségük, és a abból elért Zidán aranygóra, ami saját elmondása szerint pályafutása első 11-esre volt, amit profi játékosként elvégzett mérkőzésen, Szóval így jutottak ilyen körülmények között a franciák a döntőbe, már ez is elég érdekes, elég küzdelmes volt, és akkor jött maga a finálé, amiben az olaszok is rejtegettek azért meglepetéseket a franciák számára, meg Zoff egy kicsit ö, a saját nemzete számára is. Rengeteg kritikát kapott már a selejtezők során is, az Európa-bajnokság alatt is a csapat összeállításával kapcsolatban, és ugye érkezett is kérdés hozzá a döntő előtti sajtótájékoztatóján, hogy kik fogják alkotni akkor a támadósort. Del Piero vagy Delvecchio lesz -e ott a kezdőben, akkor ugye azt mondta, hogy amilyen a kapcsolatom önökkel, az újságírókkal, azt kellene erre mondanom, hogy Montella, aki ugye talán csereként lépett pályára egyszer korábban az egész Európa-bajnokságon. A megoldás végül is egyébként Delvecchio lett Francesco Totti mellett, aki mögött Stefano Fiore játszott még inkább már a középpályán sem, mint a támadó sorban is, egy háromvédős felállással szerepelt a finálén az olasz válogatott, Mark Julianoval, Fabio Cannavaroval és Alessandro Nestával, a baloldalon Paolo Maldinivel. A franciáknál pedig majdnem kopra ugyanaz a csapat fel tudott állni, mint a két évvel korábbi VB döntőn. Stefan Givásra ugye már azért nem volt szükség elő, mert nekünk nem is volt ott ezen a tornán. Christoph Dugári kezdett centerként, de hát ott volt a csapatban Thierry Henry, Zinedine Zidane és Yuri Jorkaev is mögötte, úgyhogy a nagyon defenzívnek azért nem volt nevezhető ez a francia válogatott. Ennek ellenére úgy alakult a mérkőzés, hogy Márko Delvecchio góljával az olaszok szerezték meg a vezetést, ez volt pályafutása első gólja a válogatottban a Róma csatárának, és egészen a beígért ráadás utolsó percig vezettek az olaszok, és akkor érkezett a cserekén beállt Szilván aki végül is tényleg az utolsó másodpercekben kiegyenlítette a franciák hátrányát. Az igazi és meg aztán ugye a hosszabbításban a 103. percben következett a másik csereként beszálló támadótól, David Trezegétől, aki ugye az akkor még fennálló aranyó köszönhetően véget is vetett a mérkőzésnek a saját góljával ez a mérkőzés is mondatja velem azt, hogy azért egyáltalán nem baj, hogy megszüntették ezt a szabályt, volt még utána később ez a buta, ez is gólos dolog, az se volt azért sokkal jobb, de ez az olasz válogatott akkor ilyen módon szerintem nem érdemelt vereséget. Nyilván akkor ezt nem egészen így gondoltam, sőt, nagyon örültem a franciák győzelmének, de az kétségtelen, hogy megküzdöttek ezért a döntőért maximálisan, az olaszok ezen a meccsen is nem tudtak velük mit kezdeni a franciák, és megérdemelték volna legalább az esélyt arra, hogy azt követően, hogy betalált, megpróbálja kiarcolni legalább a 11-es pár bajt. Elsősorban tényleg dinozok miatt sajnálom egyébként őket, akivel szemben az olasz sajtó elég furcsán viselkedett, azt megelőzően is, és aztán szerintem ennek is volt szerepe abban, hogy hiába az EB ezüstérem, lemondott ugye a szövetségi kapitányi pozícióról a tornát követően, aztán az olasz csapat ugye így érkezett Budapestre már Giovanni Trapattoni irányításával, hogy egy nagyon emlékezetes 2-2-es döntetlen játszon a következő VB-s első körében a Népstadionban de az már egy egészen másik történet. Nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, elsősorban nyilvánvalóan ezzel a tornával kapcsolatban. Hasonlóan gondolkoztok -e egyáltalán erről az EB-ről? Volt-e jobb Európa-bajnokság, akár világbajnokság is, mint a 2000-es torna? Melyik volt ezen meccsek közül számotokra a legemlékezetesebb, ha egyáltalán ugye láttátok -e ezeket annak idején, vagy esetleg, ha nem volt erre lehetőségetek, azóta visszanéztétek-e bármelyik meccset, abszolút tudom ajánlani bármelyiket az említettek közül, mert mindegyik számomra tényleg meghatározó élmény volt, ahogyan összességében együtt ez az Európa bajnokság is. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok egyáltalán az aranygól szabályáról, amely ugye eldöntötte az ezt megelőző Európa bajnokságot is Oliver köszönhetően, szóval történelmi dolog volt, szerintem azonban egyáltalán nem baj, hogy már nincsen. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, az előbb elhangzott kérdésekkel kapcsolatban várom a véleményeteket a kommentek között, és ha tetszett, amit láttatok, hallottatok, légy rá a lájkra, és azt is megköszönöm, hogyha feliratkoztok a csatornára. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!